Na, megjöttünk akkor, itt vagyunk az Ógrédi Liquor Store-nál. Ez egy ilyen italbolt, ahol lehet venni ugye alkoholos italokat. Ez Amerikában így van, meg talán még pár európai országban is így van, hogy vannak ilyen liquor store-ok. Talán Finnországban is így van, hogy külön lehet piát venni, és vannak erre ilyen külön boltok, és ott lehet likört venni, alkoholt. Na, Ógrédi Liquor Store. Fakama, I bury those cockroaches. Jó. Angol kiejtés egyes. I got the cash right here. Just show me what to sign my name. I'd love to, man, but I'm between a rock and a hard place full of assholes who want to destroy the business. Bunch of goons been trying to muscle in on my profits and I've been tipped off that they're coming to shoot the place up any second. Aha, jönnek ilyen gengszterek, és bármelyik percen belül megjelenhetnek ezek a gengszterek. Vagy ez a banda, és szét akarják lőni az üzletet. Meg kell védeni az üzletet bármi áron. Jó, most kéne ide a láncfűrész egyébként. És több jön. A drogdealer meg ott rohan. Na gyorsan menjünk ki. Láncfűrész. Kell a láncfűrészem. Láncfűrész hatalom. Na várjatok, csak adok én nekik. Na mi van? Ezek az üvegtörés hangok, te jó isten. Na ne szapassál, jó? Mekkora egy fasság ez, mert ne haragudjál meg. Lánc, nem lehet megölni láncfűrészem mellől. Hogy lök el egyáltalán? Hát, és ha belekap a pengébe, hát jó, szétvágja a tenyerét, de mindegy. Mekkora egy hülyeség ez? Na. Ha láncfűrészel akarok ölni, akkor azzal fog ölni. De alkoholista fasz. De büdös. Mondjuk én is büdök. Hol a faszba van az aladó? Ne csináld már! Hogy kezdjem így el a küldetést? Eladó van, mi a fasz ez már, boltulajdonos. Ez hova lett? Elment kávészünetre? Hát nem most kéne elmenni, miközben jött meg küldetése. Ha jó van, hát fasza. Na, visszajöttem a bolthoz, és most már a csávó is visszatért a kávészünetből. Végre valahára. Hát hol a picsába voltál? Na, kávészünette? Kávészünetem voltál, vagy mi? Na. Hát itt jövök be ide, hogy beszéljek vele, azt nincs sehol. Hát beszarok. Komolyan mondom. Mondjuk elmondtam már házszor, beszarok. Vagy már ötször beszartam. Körve, te gyöbbú! Na. Mi van? Egy hasas? Mondjuk inkább abba hagyom ezt a láncfűrész dolgot. Persze, nem, mert megölnek már megint. Na, akár sokkal effektívebb. Mondjuk ezt még ki tudom nyírni láncfűrészre. Vagy nem, hát ennél shotgun van, ez opos. Na még több jön. De miért pont jippel jönnek? Hát mondjuk biztos erre, lehet, hogy mondjuk erre telt nekik. Na jó, láncfűrészt azt inkább elfelejtem. Nem sok értelme van így, inkább visszateszem a shotgunt. Meg veszek föl a lőszert. Szétlövik az egész boltot, de mit élveznek ebben? Hát butogassá! Közelednek. Én meg úgy értelmeztem először, mikor megláttam ezt a kiírást a dél closing-in. Én úgy értelmeztem, hogy bezár a bolt. Hát
Hát mondjuk ilyen boltot én is bezárnák, hogy az gangsterek jönnek minden héten szétlőni. Na. Na, azért mondom. Na, ennyi volt. Ezek a csótányok már nem fognak visszajönni. Egy kibaszott férfi vagy, Tony. Helyes. És kaptunk 100,000 dollárt. Ha, nem rossz. Meg is tudjuk venni a boltot. Meg is veszem, ha már megvan rá pénz. Nem egyszerre fogom mindegyiket megvenni, hát az mennyi pénz kellene? Nem kevés. Na, Daftánnál szereztünk 15% terület irányítást. Na, Franco. Na, mi van? Montana! I just got my bill for that fucking phone you stole, Montana. You owe me 3000 fucking dollars. A csávó most miért néz ki másképpen? Ez nem így nézett ki a bejátszásba. De most olyan nyomott a barca lett. Mi van? Te pixeles geci. Itt ez bordibál a telefonba. Add csak így, add ide a lóvémat. Mondjuk már nem azért, de a... Ezt lehet, hogy nem kellett volna. Ebből a 300 gramból 30 000 lehetett volna csinálni, ez meg adott 17 000. Mert nem tud többet adni. Hát befosok. Na. Ez micsoda. Na menjünk. Na a következő célállomás Fidel Castro zeneboltja. Na húzzál már innen te a Trabantoddal.